tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveget, és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Addig Miklós gyorsan mond el nekem, hogy te miért vagy balaton tagadó, lemaradtam valamire. Hát hülyeségből, hát minden balaton tagadó hülyeségből balaton ja, tagadó, értem. de hát ugye ezt már évek óta viccelődünk ezzel itt. Úgyhogy à, az ez én egy mondom, vissza hogy én még visszatérő le téma. Hát én azért vagyok Balaton tagadó, mert ugye volt egyszer egy marha, aki azzal próbálta igazolni, hogy a Föld lapos, hogy a Balatonon lézeres magasságmérővel csinált kísérleteket, hogy mondjuk tihany, tihany és, és kenese között csinált ilyen lézerizet, és kiszámolta... Hogy, hogy, hát, hogyha a föld görbült lenne, akkor kitakarná egymást a két lézer, és akkor nem lehetne érzékelni, de ő érzékelte, tehát akkor kikövetkeztette, hogy a föld csak is lapos lehet, úgyhogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor én meg nem hiszem el, hogy Balaton van. <laughs> Jaj. Hiszen ő ezt ott mérte ki, ugye, mert nagy vízszintes, mert a víz, víz az, amiről tudja az ember, hogy vízszintes. Tehát az ötlet jó, csak annyit nem olvasott hozzá, hogy a légkörnek a fénytörését is beleszámolja, amit persze azért aki már látott naplementét, az azért tudja, hogy a naplementét pirosban még utána is lehet látni, amikor már légkör nélkül nem lehetne, de a csórikánk azt nem számolta bele. Ja. Tudományos és fantasztikus élmények. Klaudiával, aki hitoktató, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok! Ez itt a Parallaxis 68. adása a mikrofonnál, Horváth Ádám Tamás, és itt vannak állandó beszélgető társai, mi van is, Riga, Klaudia, a Bakonyi Csillagászat Szati Egyesület alapító tagja, Szia Klaudia. Sziasztok! És Vince Miklós fizikus, az MTA Elte MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, Szia Miki. Sziasztok! mai témánk pedig egy elég friss film, a Ne fel, Fel, a Netflixnek egy ilyen szatirikus katasztrófa film amiben ugye tulajdonképpen nem árulunk el nagy titkot, fél év múlva becsapódik egy aszteroida, ami tulajdonképpen egy kihalással jár majd a Földön, és hát bizony ez sok helyen elcsúszik az információs buborék áttörésétől kezdve egészen a politikáig, úgyhogy mi volt az első benyomásatok erről a filmről, Skacok? Hát, eh, ahogy te is mondtad még itt a felvétel előtti beszélgetésben, az egyik az, hogy ezek után meg kell néznem egy sokkal vidámabb filmet. Tehát ez, ez az a film, amire, tehát lelkileg, ugye nyilván tudtam, hogy mire számítok, úgyhogy lelkileg rá kellett készülni. Nem sikerült. A, a másik az, hogy, és ezt még lehet, hogy majd többször el fogom mondani az adás során, hogy ahogy ugye te is elmondtad, hogy ebben a filmben kvázi mindenféle csúszik, tehát hogy, hogy ugye nem, nem, lehet egyszerűen megértetni a néppel, hogy baszki meg fogunk halni, és azon gondolkodtam, hogy, hogy tényleg ilyenek lennénk, hogy, hogy ha, 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 lenne bármilyen olyan katasztrófa helyzet, ami egy, egy kihalást okozna, hogy, hogy ott tartunk, és az egyik részem optimista, és azt mondja, hogy á, azért nem, a másik része meg azt mondja, nyilván látva azt, hogy sokszor mi folyik a világban, tehát hogy látom azt, hogy hogy ugye oltást tagadók, laposföldhívők, mit tudom én, mindenféle ezoterikusok, stb. 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 Lapos tetűsök. Lapos <laughs> tetüsök, az, meg balaton tagadók, hogy így kicsit kis hazánkba is kitekintsek, és akkor így azt gondolom, hogy hogy a, tehát a másik része meg azt gondolja, hogy hát baszki tényleg lehet, hogy ilyenek vagyunk, de őszinte leszek, én annyira vagyok optimista, hogy nekem pont ez a ez a minden elcsúszik, és minden el elcsesződik, ez nekem egy kicsit életszerűtlen volt. Miklós, te, mint hivatásos és hivatalos Balaton tagadója a Parallax hivatalos és Univerzum Balaton csapatának, igen, igen. kérlek nyilatkozzál. Köszönöm, megszólít, megszólítva érzem magam egyébként bárkinek, aki tud nekem közvetlen bizonyítékot hozni a Balaton létezéséről, azt ugye megköszönöm. Na mindegy, ne személyeskedjünk, ugye. Hát a lényeg az, hogy én azt hiszem, hogy egy barátom nagyon találóan jellemezte ezt a filmet, valóban, hogy hasonlít tökre arra, amit mondtok, hogy, hogy igazából az benne rettenetesen idegesítő, hogy mindenki hülye benne. Tehát igazából nem csak az, hogy félre csúszik, hanem hogy konkrétan minden szereplő el van cseszve. Egyébként én emiatt, őszintén szólva, én imádtam ezt a filmet, tehát én szerintem szerzett, és te a, a bizonyos szempontból. Tehát az van film méretűre fel fújva, amit ugye rengeteg kommentben látunk, amikor van valami trash híradó, akkor oda szokták írni, hogy az emberiség megérett a pusztulásra, ugye? És akkor ez, ez, ez most itt egy egész filmé van felnövesztve. Én, én nagy, nekem nagyon bejön, hogy, hogy, hogy szatirikus filmet látok. összintén szólva a Hollywoodi fősodorban ritkán látunk szatirikus filmet, az amerikai filmes humorra nem annyira jellemző ez a szatirikus humor, és emiatt nekem ez egy nem álltával az én saját, nem az, hogy saját humoromtól, hanem az általam kedvelt dolgoktól ez a fajta megközelítés. Tényleg végtelenül idegesítő egyébként, de, de hát mivel, hogy a filmnek nyilván, hogy ez volt a célja, ezért szerintem ilyen értelemben tökéletesen működik, szóval szerintem ez egy jó film. <laughs> Ez az Adam McKay, meg az ő rendezési technikája. Én egy filmjét láttam korábban, amit talán ti is láthattatok, a 2018-as Vice, George Bush alelnöke volt a Dick Cheney, és az ő, ő, hát ilyen korrupciós, meg egyéb, hogy mondjam, csak ilyen befolyásolási stratégiáiról szóló film, de, de egyébként annak is egyébként volt, annak a szerkesztés módjában is volt egyrészt valóban valami tévés jelleg, vagy streaming jelleg, holott az is ment a moziban és, 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 és abban is volt valami ilyen fajta szatirikus vonal is egyben, tehát mindenképpen, igen, most, hogy utólag összekapcsoltam, hogy ez ugyanaz a rendező, és tulajdonképpen ez az ő világa úgy tűnik, hogy tényleg ez az Adam McKay, nyilván még fogunk róla többet hallani. Ádám, aki <laughs> McKay. De egyébként igen, jól, jól rávilágítottál Igen, ez egy ilyen kicsit ö, tévés, és kicsit videoklippes vonal volt. Valahogy amúgy illett a filmbe, mert annyira, annyira, tehát már kiabáltál a tévének, hogy ébredj egyet, né, nézd fel, bazd meg. Tehát, hogy tényleg ez van. És hát gyakorlatilag azért ö, ezt, ezt a világ eseményeinek bármelyik pontjára, vagy bármelyik, meg hát ugye a politika, ami azért itt. Trump kormány nagyon, nagyon erős megjelenítését és kritikai megfogalmazását éreztem ennek, habár azért a világviszonylatban nem csak a, a volt Trump kormány alkalmas ennek a párhuzamnak a fölállítására, sőt, ma is vannak olyan kormányok, akik szerintem így működnek, de, de azért nagyjából én azt gondolom, hogy jól lefestette. De figyelj, az a szomorú, hogy egyébként egyre több, mert a valamire rávilágított a Trump kormány az, az hogy, hogy nagy skálán is mennyire jól tudnak működni ezek a stratégiák, ami egy olcsó stratégia olyan értelemben, hogy, hogy, hogy ez az emberekkel való kommunikációnak ha tetszik, hanem egy hatékonyabb módja, mint a kisújjeltartósabb, hogy mondjam csak, mondjuk talán úgy, hogy, hogy például a korábbi elnökökre jellemző, amúgy oldaltól függetlenül, korábbi amerikai elnökökre jellemző kommunikációs, kicsit elitista módja a kommunikációnak. A Trump féle do dolog, amit egyébként ugye az Idiocracy című film az tök jól megelőlekezett, ami, ami teljesen jól párhuzamba állított ezzel a filmmel, csak hogy ugye az Idiocracy, ami talán arról szól, hogy valamikor 2500-ba vagy mikorra előre utazik egy lehibernált csávó, és akkor egy teljesen elhűült Egyesült Államokban találja magát, ahol képtelen dolgok történnek. Mondtuk ezt akkor, amikor az a film megjelent. Szóval, hogy, hogy ugye ezt egyre inkább közelítjük, hogy a Trump kormány hatására, a Trump kormány kávé kísérleti jelleggel szerintem megmutatta a világnak, hogy mennyire rettenetesen hatékonyan tud kommunikálni egy felvállaltan ha úgy tetszik, sokszor közönségesen és Twitter üzenetek szintjén végtel, végtelenségig lebutított ö, módokon kommunikálni egy, egy elnöki adminisztráció. Én azt hiszem, hogy ebből az fog következni, hogy ez egy elterjedt dologgá válik. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy ne legyenek illúzióink. Tehát sajnos, sajnos ez egy tendencia, és, és nem is feltétlenül azzal kapcsolatos, hogy ez melyik politikai oldal. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kommunikációs technikai dolog, és, és hát bizony kiderül, hogy ez, ez rohadtul működik. És ezt a Meryl Streep-ek tökéletesen csinálják. Tehát ugye amikor pontosan ezen ezen pörögnek. Ja, és egyébként még valami, hogy amikor ezt a filmet kitalálták 2019-ben, vagy, vagy bejelentették, hogy leforgatják, akkor nyilvánvalóan a Covid még nem volt sehol. Tehát akkor ez az egész dolog, ez, ez, ez elsősorban gondolom, hogy eleve a DiCaprio jelenlétéből is valamelyest következik, hogy ez a klíma a, 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 klímával kapcsolatos társadalmi dolgokra kívánt eredetileg rávilágítani elsősorban, ahol tényleg ugyanúgy, mint egy ránkeső meteor esetében is, vagy, vagy aszteroide, vagy üstökös esetében is, ugye ugyanolyan jellegű tudományos tények bizonyítják, hogy például történik ez a globális felmelegedés, és ha nem teszünk semmit, az ide is ide fog vezetni, és egyébként valóban érezhető következményei is vannak, és, és mégis ez kb. szó szerint azok a, az érvek hangzanak el, hogy hát, de hogy ez csak elmélet, meg hogy nem száz százalék, meg semmi sem száz százalék, pontosan szó szerint ugyanazok a dumák hangzanak el, amiket akár klimaszkeptikus emberektől szó szerint átvehettek volna, sőt, lehet, hogy onnan vettek át, csak ugye attól tűnik abszurdnak, hogy, egy, hogy most egy üstökösről van szó, és hát... Az valójában kevésbé szokás kételkedni a 17. század óta jól ismert Newtoni mechanikában, hogy ami erre jön, az el fog minket találni. De hát valójában ugyanolyan szint, szinte ugyanolyan szintű tudományos megalapozatságú dolgokról van szó, mint a klímaváltozás esetében. És ugye igazából csak ettől abszurd, mert hogyha ebben a történetben lecserélnéd az üstököst klímaváltozásra, és meghagynád ugyanezeket a karaktereket ugyanezekkel a domákkal, akkor egy furrealisztikus sztorit kapnál sok szempontból. Azt azért zárójelben tegyük hozzá, mondjuk el a kedves hallgatóknak, akik esetleg nem tudnák, hogy miközben van Leonardo DiCaprio-nak a, a klímaváltozáshoz, meg a klímakatasztrófához, hogy nagy aktivista tulajdonképpen, bár manapság a, a klímával kapcsolatos aktivizmusnak, hát sajnos meglett ez a kicsit, kicsit keserédes felhangja valahogy, de hát ő azért sokat próbál tenni a a, a klímasemlegesség eléréséért, meg, 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 azért, hogy az emberek térjenek magukhoz, és ébredjenek föl, hogy bizony Igen. probléma van. Na, hát ugye ő akkor coming out -olt ezzel, amikor végre valahára annyi év után ugye megkapta az Oscar díjat. Ugye azon röhögtünk évek óta, hogy mikor kapja meg a, a az Oscar-t, a Donald DiCaprio, és és végül egy igazából egyet, azt hiszem, hogy 2019-ben kaptam, vagy valami ilyesmi talán, nem, nem is tudom pontosan, de egy baromi soká. És akkor ott mondott egy nagy, nagy klímával kapcsolatos beszédet, amikor átvette, ugye, és akkor azóta kapcsoljuk össze szerintem így a fejben őt ezzel. Én, én azt, nekem az, az a fő kérdésem egyébként ezzel a filmmel kapcsolatban, meg úgy egyébként is a világgal és mindennel kapcsolatban, hogy hogy az a többcsillagos tábornok, akit a helyszínelőkből a csávó játszik, a Paul, Paul Guilford vagy nem tudom, hogy hívják, ő, 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 miért kért pénzt az ingyen kajáért? Azt tudjátok, hogy elvileg az nem volt benne a forgatókönyvben? Tényleg? A szín, Akkor a én úgy, é... Igen, én úgy, tudom, igen én úgy tudom, hogy az egy impro... Az egy im impro helyzet volt. Tehát valamikor láttam egyszer a, a, a adásra készültönben a kutatások során, ugye? Láttam egy youtube elemzést, és ott valahogy, szerintem talán pont maguk a szereplők elmondták, hogy ez egy, teljes, az egy, az egy teljesen im impro jelenet. Nagyon jó visszatérőleg. Csodálatos, mert hogy a nő karakteréhez nagyon-nagyon illet, hogy ő végig ezen kattogott. Valószínűleg én is ezen kattogtam volna. Na jó, uh, még itt a műsor felébe beszélgessünk a tartalmi, tartalmi részről, meg a sztori részről, aztán a második felébe akkor beszélgettünk a tudományos részről, mert ott vannak, vannak azért kérdéseim. Mondja kedvenc jelenet, vagy ami nagyon tudtatok röhögni, vagy, vagy nagyon felsírtatok? Igen, amikor a DiCaprio-t elviszi, ugye a robbanás, nah, hogy mondjam is. nektek. De hát ugye én, aki a Deep Impact-en szocializálódtam, és ugye a Deep impact meg van egy, hát most mondjam azt, mondjam, hogy nagyon hasonló jelenet, ugye, amikor a csajt az apjával elviszi a szökőár, és egyből ilyen feelingjeim voltak, tehát az, az nekem így innentől keze favorit. Meg még, még, még egy, még egy, még egy, ami viszont könyv, és én majd nagyon szeretnék a szúzsánerben egyszer előre a könyvről beszélni, úgy volt, hogy megcsinálják ez trilógia, a trilógia könyv, és úgy volt, hogy megcsinálják egy három évados sorozatnak, ez az utolsó nyomozó sorozat. Nem csinálták meg, elvitte a Covid az egészet, sajnos, és annak a, hát ugyanez az alaphelyzet, hogy jön egy aszteroida, ott megkapja a megfelelő nyilvánosságot, de nem tudják megállítani, tehát az lesz a könyvnek a vége, hogy becsapódik az aszteroida, és mindenki meghal. És iszonyatosan jól le van írva, hogy a főszereplő ez hogy éli meg, hát nyilván nem éli meg, mert hogy meghal, de hogy van egy ilyen, hogy ami soknál van, akkor már, és pont mondják az áldást, ugye ebéd délben, akkor jön az aszteroida, és ő látja az ablakon keresztül meg egy kis csaj, és akkor, hogy elper egyben van írva, és akkor, hogy valami ilyesmi volt az utolsó mondata a kövnek, hogy kapaszkodunk össze, mint idegen emberek egy zuhanó repülőn, és ez ugye tök jól leírja azt az érzést, hogy meg fogunk halni. És, és ez, ez az érzés, ez ott nekem nagyon előjött. Amit, bocsánat, korrigálnom kell, amikor azt mondtam, hogy én is, amikor említetted az utolsó jelenetet, mert én nem erre az utolsó jelenetre gondoltam, ugye, hanem arra, ami már a feliratok közben van, ami szerintem szenzációs. Tehát stáblista az utolsó, utáni jelenet. Igen, az utolsó utáni jelenetre, a stáblista közbeni jelenetre, ugye, ami, ami ugye arról szól, hogy bár műsorunkban ugye spoilerek hangzanak el, hogy, hogy ugye van a, 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 elpusztuló földről megmenekül ez a 2000 ember egy űrhajón, és 22, akik hibernálva utaznak, és 22740 évvel később eljutnak ebbe a paradicsomi bolygóba. Szépet és merés végül megeszi a... az a botrop. És így van, pontosan, ugye, ami tök jól fel volt adva, a magas labdának ez a, hát talán Elon Musk-szerű tech guru karakter által, amikor ugye kifejlesztett egy apot, amivel meg lehet jósolni, hogy ki hogyan fog meghalni, és akkor ugye elmondja neki, hogy őt meg fogja enni egy ilyen lény, aminek hát őszintén szólva próbálom felidézni a nevét, de ugletorp, vagy valami. Nem, 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 nem tudom, micsoda. Szóval valami emlékeztek a nevére ennek a lénynek? Mindenesetre kiírja a szerkezet, az app, hogy hát ezt, e, mindenkiről meg fog, tudja jósolni, hogy, hogy hogyan fog meghalni ez az app, és akkor elmondja, hogy hát meg, őt meg fogja enni egy... És akkor mond egy ismeretlen szót, amit senki nem ért, és akkor megtudjuk aztán a feliratok közben, hogy ez a dolog, ez bizony azon a bolygón élő őr, őshajó, őslakos, ilyen grif, lény, aki bizony valóban Hát ezt a Mary Strip karaktert elfogyasztja. Rögtön azután, hogy erre a festői, paradicsomi jellegű bolygóra kilép. Úgyhogy. Óriási. Egyébként a uh, Claudia most így a Deep Impact-et szóba hozta, azért uh, mennyire látszik, hogy uh, mennyit változott a világ a Deep Impact óta. Jó, nyilván ez Hollywood idealizmusa is, és, és a libernyákok, nem tudom, nyavajgása, de, de tulajdonképpen uh, a 90-es években nem tudtuk volna elképzelni, hogy... Tehát a 90-es években jött egy aszteroide egy filmbe, az tényleg nagyjából az csak úgy történhetett, hogy összefog az emberiség, ott volt a, az Armageddon vagy a Deep Impact, tényleg két jó példa, de van más hasonló film is. Ami, ami azért ugyanebben ezen a kaptafán megy, és azért nem vettünk tudomást arról, hogy bizony itt lesznek hülyék. És hát ez a film, ez nagyon jól a valóságot mutatja, hogy bizony-bizony, hát itt vannak hülyék, úgyhogy Úgyhogy érdekes. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, ugye ez a Musk karakter tulajdonképpen, ugye, aki ez a Peter nevet viselte, és hát tulajdonképpen egy ilyen Steve Jobs, Elon Musk és az összes nagy tech cég és tech talán egy ilyen összegyúrt változata. Ugye azt dash hívták ezt a, a, céget, és hát nem, nem tudtam nem észrevenni, az O betűje a dash az a Parallax is O betűje a logónkba, tehát hogy nem tudtam észrevenni, de majd ne, ne aggódjatok, mert az ügyvédénk elküldik majd természetesen nekik a, a, a jogdíj követelést, és amíg ezt a levelet megírjuk és az ügyvédénk postázzák, addig elmegyünk egy nagyon-nagyon rövid szünetre, és utána természetesen megvizsgáljuk ezt a filmet tudományos szempontból is, úgyhogy maradjatok velünk. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépsz a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Szóval a film gyakorlatilag rögtön azzal kezdődik, hogy felfedezik ezt az aszteroidát, ami ugye a Föld fele száguld, és fél évünk van vissza addig hátra, ugye a fogyókúrából. Ott elhangzanak ilyen tudományos dolgok, számítások, meg, meg mindenféle fizikai és, és égi mechanikai számításhoz való kifejezés. Ez mennyire volt reális? Érdekes módon eléggé, tehát őszintén szólva ebben a részben valójában nem találtam nagy hibát, ami persze részben köszönhető annak, hogy az Arizonai Egyetemen dolgozó Amy Mainzer, vagy Mainzer, Dr. Amy Mainzer volt a, a konzult, a, 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 aki hát lényegében a, lényegébe, a kisbolygó eltérítés témakörben az egyik top kutató, ő volt a akivel konzultáltak az alkotók. Tehát az ilyenféle adatok, amik azzal kapcsolatosak, hogy, 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 hogy mondjuk egy ilyen 8-10 kilométeres aszteroida például mit tudna csinálni, hogy mennyi idővel előtte fedeznék föl, és hogy az alatt mire lehetne felkészülni, mekkora energia szabadulna fel, ahogy becsapódik. Tehát ezek, ezek, a részek ezek eléggé korrektnek tűnnek. Ugye ezt meg kell becsülnünk, mert ugye ezek ugyancsak a Claudia által Eh, jogosan eh, dicsőített deep impact is kitűnő pontosan szerepelnek az adatok, ám de ugye a másik serpenyőben ott van az Armageddon, ahol teljes baromságok hangzanak el arról, hogy egy hogy mekkora égítest, micsoda módon csapodna meg és be, és mit csinálna. Ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy az Armageddonban uh, ugye például ilyen maraságok vannak, hogy egy Texas méretű égítest csapódna be. Hát a Texas méretű az a Ceres, tehát az a legnagyobb kis bolygó, tehát nem, tehát azért nem, ilyesmi azért nem maradt volna felfedezetlenül az elmúlt 201 néhány évben. De, de az például tök jól leírja, hogy hogy hogy, hogy fedeznek fel egy ilyet hogyan csapódik be. Most az egy érdekes kérdés, természetesen filmforgatókönyvileg ezt nem, nem lehetne titkolni. Tehát ez nem úgy van, hogy valaki fölfedez egy fél évvel korábban egy ilyen, ilyen égitestet, és akkor mondjuk azt az adatot mondjuk sokáig el lehetne rejteni. Mert itt valami ilyesmi van. Mi három, három hétig és... akarják, ugye tulajdonképpen a, a időközi választásig az elnök asszony, hogy ezt, meg hogy hát figyeljük, hogy mi lesz. Igen, hát azért nagy szerencsek kell, tehát azért, azért elég sok ilyen, ilyen program van. Mondjuk egyébként konkrétan a NASA azt mondja, hogy, hogy ők, ugye van egy ilyen a követő program, vagy ott van, ott van például az a Neowise, program. Ugye ott vannak azok a távcsövek, amikről a világban is beszélgettünk, ugye, amivel az omu a muát is felfedezték annak idején. Ugye volt róla kitűnő paralaxis beszélgetés. Szóval, szóval van nagyon sok ilyen, ilyen pásztázó program, és hát mondjuk a három hét az határeset, de hát nagyon sokáig nem lehet egy ilyen felfedezést eltitkolni egészen azért, mert máshol aki felfedezi. A matörcsillagászok egyébként -ra -ra. felfedezhették volna ezt, vagy ahhoz túl messze volt? felfedezhették volna. Tehát most már abszolút, tehát. Tehát ugye egyébként, hogy túl messze van, valóban messze van, ugye ebben a filmben, tehát tehát olyan értelemben. Hát ugye a pályáját nem látjuk, de hát feltehetőleg ez egy olyan pálya, ami úgy keresztezi a föld pályát, hogy azért a naptávolpontja az messzebb van a földtől, mert hát ez így szokott lenni, ez egy üstökösről van szó, az üstökösök hosszú pályájú dolgok, akár több tízezer éves pályákról is lehet itt szó, úgyhogy, úgyhogy azt lehet tudni, ugye, hogy mondtad is az időzítést, hogy több mint fél évvel, tehát hat hónappal és 14 nappal a becsapódás előtt fedezik föl. Tehát akkor azért egy ilyen még elég messze jár, tehát ez nem ez nem feltétlenül olyan könnyen felfedezhető, vegyük észre, de nem lehetetlen, és valóban léteznek amatőr csillagász. Annál is inkább, mert az amatőr csillagászat sem feltétlenül azt jelenti már egyébként, hogy a kert végében ott van a dobzon, a, a kirakod a tárcsőt, és ott nézelődsz, hanem... Mint az Armageddonban, ahogy felfedezik Dottit. Ja, hát ó, igen, ott, ugye, ott például a csávónak egy konkrét igen. kupolája volt a kert végében. Most ehhez képest az is... tehát olyan is van, hogy az ember konkrétan, konkrétan, ilyen nagy méretű távcsövekre tud táv távcsőidőt ven, pályázni amatőr csillagászként. Tehát, hogy, hogy, az, hogy te Budapestről ről tudsz csináltatni mondjuk egy nagy csilei távcsővel egy, egy, egy képet. Ugyan mindert ezt Klaudia meséldel, hát ugye te, te beben élsz, úgyhogy, hát, úgyhogy... igazából én is csak annyit tudok, mint te, mert én ilyesmit még nem használtam, de, de nyilván tudom, hogy létezik, tehát igen, van olyan, hogy le lehet foglalni egy nagy teleszkópnak egy bizonyos, tehát időintervallumot, nyilván ugye itt nem egy óráról beszélünk, mert azért egy astrofotóhoz több óra kell, sőt néha több nap, utóbbit inkább ugye a hagyományos, tehát mondjuk egy kert végébe kirakott ugye dobzontávcsővel, jó, most azért túloztam, Uh, és akkor tényleg ezt, ezt, meg lehet venni, ezt szó szerint pénzért meg lehet venni ezt az időt, és akkor azzal, azzal lehet fotókat csinálni. Hát ugye Magyarországon is azért híres amatőr uh, csillagászok, illetve híres astrofotósok vannak, akik, akik uh, uh, ilyen képeket, vagy ilyen módon is készítenek el uh, képeket. Így van, és ugye ez tényleg nagyon fontos aláhúzni, hogy azok a gyönyörű asztrofotók, amiket meg lehet nézni, és amiben tényleg renget, nagyon, nagyon sok, mondhatjuk túlzás nélkül, hogy világkérű magyar van, akik ilyeneket csinálnak, az éderféle, de nagyon, nagyon sokféle asztrofotó van. Ugye, hogy, hogy az, hogy mondjuk több színszűrővel előállít egy, egy nyers képet, úgymond, vagy hát három nyers képet, mondjuk egy ilyen távirányított, ha úgy tetszik, mondjuk egy ausztrál távcső, amiről az ember szerez mondjuk távcső időt, hogy mit tudom én fényképezze le, a nagy magellán felhődni tudom én, és akkor abból összeállítanak egy gyönyörű fényképet, az rengeteg utómunkát jelent, meg rengeteg színbeállítást, meg minden izért, tehát hogy, hogy mennyi munka van egy ilyennel. Szóval igen, az a gyönyörű astrofotóknak csak egy része, az nem annyi, hogy az ember elkattint egy, egy, egy fényképet, hanem azzal bizony rengeteg-rengeteg utómunka van, ami persze művészi uh, hajlamokat is igényel. Mert egyébként nyilván annyira kevés fény jön ezekről a cuccokról, hogy igazából az, hogy annak milyen színe van, az igazából nem olyasmi, amit az... Tehát ha belenéznénk egy, konkrétan egy távcsőbe, akkor valószínűleg nem nagyon látnánk színeket. Itt nagyon sok utómunka kell ahhoz, hogy, hogy, hogy helyesen, de, de megjelenjenek színek. Igen, ez úgy van, hogy minél nagyobb egy távcső, annál jobban hozza a színeket, plusz ugye színszűrőket lehet az okulár elé helyezni. Tehát például, ami nekünk van 40-es, tehát ugye ez a tükörátmérő a 40-es dobzonunk, az már szépen hoz színeket de mondjuk annak idején, amikor a férjemmel megismerkedtem, és még én is te teljesen szűz voltam csillagászati objektumok terén, és natgeo nevelkedtem, ahol ugye eleve ezeket a színezett felvételeket hozzák, és megmutatta nekem az Orion-ködöt, akkor az első ilyen szőkenő vagyok kérdésem az volt, hogy ez miért nem színes. Uh -huh. de akkor még nem tudtam, hogy ez hogy működik. Igen, igen, ha ha már, igen, igen. Ha már is szóba hoztátok, akkor például mi van az olyan, amik nem optikai teleszkópok? Azoknak a, 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 a. Honnan tudják, hogy, hogy. költői lesz a kérdés, honnan tudják, hogy milyen színeket kell utána hozzáadni az adatok alapján. Tehát, hogy a vörös az egész kép, mert. Hát mert sőt, hát ugye az... UV-ban van sőt, a kép, vagy infravörös betű, nem értelmezhető igen. a kérdés. Tehát, ahogy jó, jó, hogy sejted is nyilván, mert mondott, hogy költői a kérdés, tudod a választ teljes egészében ex -hos. Nyilván igyekeznek olyan színskálát beállítani az emberek, hogy hogy mondjuk jól látszanak a különbségek. Tehát mondjuk egy piros, de hát igen, bizony, ez, ez. én is napi szinten dolgozok föl infravörös kamerás képeket, mondjuk azok konkrétan nem az eget mutatják, hanem a... Hanem ahogy kukkolja a ez a, a mikros, tudjuk. Hát, előfordul. De főleg... A szomszéd itt azzal a távcsővel, amit lehetett nálunk nyerni a nagyós játékban szerintem azt erre használod, Igen. a Galilei féle távcsövet. Lássuk meg. A... Volt, volt itt egy elhangzott itt a beszélgetésetekben egy, egy még az elején egy dolog, ami engem nagyon érdekel, hogy egy Csillébe csapódik be a, az aszteroida, Chile területén ér földet, vagy hát gondolom nem ér földet. Földet ér egy egykor aszteroida, vagy. Vagy ez hogy, hogy működik földetér? Jó, itt, itt, és... itt, el, itt eltér a véleményünk, bár a film alapján nem derül ki, én szerintem. A film alapján hogy... nem derül ki, hogy. Tehát, bocsánat, igen, tehát most mielőtt félreérthető vagyok, a film alapján nem derül ki, hogy, hogy földet érte vagy nem ért földet. Ahhoz meg, hogy ne térjen el a véleményünk, mert arra most meg én nem emlékszem hirtelen, a számokat nem tudok megjegyezni, tök mindegy, hogy mikor láttam a filmet, hogy. A ég... nem függ a hogy Igen, az is fontos, mert ugye nem mindegy, hogy az egy mit, fémből van, vagy kőből, és akkor a kő az ilyen összetapadt kő, mint egyes kis bolygók, tehát ilyen, ilyen csak ilyen kis, nincs, minek mondják ezt, na sóderhalom az egész, hanem először mondjál nekem egy Kilométer átmérőt, hogy mekkora. Ez egy 8-10 asztal... kilométeres, de hogy egy üstökös mag, ugye? Tehát Jó, egy, tis, mag egy piszko, most piszkos, arra, piszkos hógolyó. Adottam, igen, elnézést. Igen, már, igen. már fáradt vagyok, tehát üstökös mag 8 kilométeres, 8-10 kilométeres. Mert gyorsan kiszámolja az egyenletek által. É, é, én nem tudom, csak azt mondtam, hogy ugye, hogy hogy, hogy hogy ugye, pont azért, mert ezek jégből vannak, tehát igazából elég sok szimuláció, és tényleg, én se tudom, hogy 8-10 kilométernél mi van, de, de ugye azok pont azt mondják, hogy hogy ugye azok még már, már a, már a légkör alsó rétegébe felrobbannak tulajdonképpen. Tehát, hogy nem, Ez a láz, úgy, nem ugye tunguszka. Mint a tunguszka, így van. Tehát, hogy például a tunguszka, ami nyilván egy, egy sokkal kisebb valami volt, de, de pont azért gondolják egyébként, hogy az egy üstökös darab lehetett, mert mert hogy ugye nem találtak konkrét meteoritikus anyagot, hanem se, kráter. Hanem, se krátert, hanem úgy tűnt, mint hogyha konkrétan nem túl nagy magasságban bekövetkezett volna egy légköri robbanás, ami Vagy a persze ugyanúgy büszki. letarolta ott a tajgát, meg az izét, tehát az, az erdőt, ugye ismerjük a tunguszkás képeket, hogy itt hogy fekszenek ott az erdők, de, de... szóval igen, ne, ne, ez egy nehéz kérdés. 8, 8 kilométeres magaz valószínűleg hát az, az, ja. Hát szerintem darabokra szakad, de persze a darabok lepottyannak, tehát ja, is, is. Meg ezt talán nekünk, nekünk átlag embereknek olyan, mint amikor azt mondják, hogy nem tudom, elkölt az állam 5-10-20 milliárdot, 100 milliárdok repkednek, és nem igazán tudjuk azt a nagyon-nagyon sok pénzt így kézzelfoghatóvá tenni számunkra. Talán ez is, ez is egy kicsit ilyen, hogy, hogy Oké, okay, nagy-nagy, de hát, hogy azért ö, ö, nem, nem annyira kézzelfogható ez számunkra, de hát ugye azért emlékszünk a, a Csernyabinszki ö, 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 robbanásra, ugye a, a, a aszteroida belépett ugye pár éve ott a Földnek a légkörébe, a Föld felett szétrobbant, és így is mekkora károkat okozott, és nem tudom, hogy az mekkora volt, de hát nem 8-10 kilométeres az, az teljesen biztos. Persze. Igen, és, és mégis mekkora kárt okozott. Mennyi, mekkora az a, az a nagyság nagyjából, és most tudom, függ a sűrűségétől, meg hogy milyen anyagból van, most ált általánosságban kérdezem ezt. Mekkora legyen az az aszteroida még, ami nem okoz tömeges kihalást a Földön? Azt nem tudom, de hogy, hogy tisztázzuk, tehát attól én nem állítom azt, hogy ez nem okozna tömeges kihalást, csak azért, mert a légkörbe robban föl. Tehát egy 8-10 kilométeres aszteroid, azt természetesen tömeges kihalás. Hát igen, ugye, ugye a dinók is, tehát ami a dinókat a kipusztította, az is ugye ilyen 10 kilométer átmérőjű volt körülbelül az utólagos becslések alapján. Igen, hát ugye nyilván itt, amit meg lehet becsülni, az az impulzus, tehát ugye a tömegnek és a sebességnek a szorzata, tehát nyilván a relatív, relatív se, vagy hát igaz a relatív sebessége nyilván az égítésnek meg a földnek, azért az sokat számít, mert baromira nem mindegy, hogy hogy mondjuk, val, ha úgy tetszik, hogy valami frontálisan ütközik a földdel, vagy nem, tehát ugye sok mindentől függ. Ott ugye a dinoknál a Csíkszklub kráternek az átmérőjéből próbálják ugye becsülgetni a dolgokat, de ott, ott is többek között ne, nehéz az energiát, ami felszabadult, azt amúgy könnyebb megbecsülni, de valóban, tehát a, ez a 8-10 kilométeres becslés szerintem teljesen konzisztens a dinókkal. Egy millió hírosai mai bomba, azt hiszem Leonardo DiCaprio karaktere valami ilyesmit mond, hogy kb. így képzeljék el majd ezt a, ezt a robbanást. Igen, az, 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 az ilyen szövegek jók a filmben amúgy. Tehát ezt az én mainz ezt, ezeket elvileg ellenőrizte. Tehát... Figyeljetek, muszáj, muszáj kötnem az ebet a Tudom, hogy ez, ez főleg úgy, hogy, hogy, hogy értetek hozzá, ez nehéz meg, meg, megválaszolni, mert nagyon sok komponensből áll ez össze. Na most ugye itt, ami az egyik dolog, amit nagyon fontos, ugye az tényleg az anyagnak a tisztázása. Mert ugye nem mindegy, hogy most mi egy aszteroidáról vagy egy üstökösről beszélünk. Jó, az üstökös az ugye jég és forr, tehát ugye az adnak nagyobb a valószínűség, hogy felrobban a légkörben. Innentől kezdve elvileg kisebb pusztítást okoz, nyilván méret függő, de majd itt a Miklós azt mindjárt megmondja, mert ő tud jobban számolni. Hát annyira nem tudok, mert tényleg sok mindentől függ, de, de, de persze. Jó, figyeljetek, nagyság, Na nem akarok megkínozni titeket, de hát... 140 méter. 140 persze. méter? <laughs> nem, nagyjából azt akarom mondani, hogy például megnézed egy tunguska kategóriás esetet. Az olyan 80 volt. méter volt. Igen, körülbelül. az olyan nagyjából ilyesmi, mondjuk ha az Budapestre esik rá, vagy mit tudom én, jó, akkor azért, hát, hogy fele az úgy kell Tényleg? Tényleg? Tehát, hogy... Jó, de mint a Csejabinsk, ugye, ami viszont már ugye egy kőmeteorit, és ott is az arról volt szó, hogy ez a város városa felett robbant föl a légkörben, és így is a robbanásnak az, ereje, az ereje ki az ablaküvegeket, és ugye közvetetten ez okozott sérülést az embereknél. Az konkrétan becsapódik, akkor lehet, hogy még halálos áldozatok is lettek volna. Hát ez így van, igen. Tehát ugye az Ádám azt kérdezte, ugye nyilv, hogy mi az, ami óriási nagy bizét okoz, de az emberiség nem hal ki bele. Erre mondom, hogy egy várost eltörölne a föld színéről egy 100-200 méteres üstökös is, akár, hogyha a levegőben robban fel, akkor is. Komoly károkat okozhat egy sokkal kisebb is valóban. Tehát az, hogy egy lakótömböt megsemmisít, vagy egy ház összes ablakát betöri, vagy emberek belehalnak, tehát hogy hogy, hogy, igen. De ugye egyszer emlékszel Ádám olyanra, hogy, hogy posztoltuk is még a Parallaxis Facebook oldalán, azt pont én raktam ki egy olyan esetet, ami ugyan egy, egy kővas meteorit volt, tehát valamilyen kondrét jellegű, ami lepottyan, de ott az történt, hogy Kanadába konkrétan aludt egy néni, és arra ébredt föl, hogy egy öklömnyi meteorit landolt mellette az ágyon konkrétan, ugye, átvitte a plafont, meg a tetőt, és mellette landolt. Ugye ez tavaly vagy tavaly előtt történt ez az eset. Tehát konkrétan, hát a fél méterrel arrébb csapódik be, a, akkor az az öklömnyi is, ugye, emberéletet, követelt volna, szerencsére nem így történt. Van arról egyébként információnk, ezt sajnos nem néztem meg adásra, mert most jutott eszembe, hogy hány, hány halálesetért felel meteorit becsapódás? Egy se. Én úgy egy tudom, se. hogy egy se, de hát nincs, ugye... Nincsen, ezt nincs. biztosan megmondhatom nektek, hogy egy se, sőt az, hogy konkrétan, tehát már eleve az nagyon ritka, hogy rakott terület felett, vagy lakott területre esik, vagy az felett robban szét. Tehát például ez a Csájabinsz, ez ugye azt mondják, hogy száz évente van ilyen. Hát teljesen jól hozta a statisztika, mert ugye száz évvel ezelőtt volt unguszka. Most mindegy, hogy az üstökös volt, de, de statisztikailag egyre megy. Egy vagy két esetről tudunk, amikor embert eltalált, de nem halt bele. Az, hogy lakott területre esik, relatíve az is ritka. Ugye a, a Pixkilli volt az, ami egy autónak a hátsó lámpáját azt hiszem, talán törte el. Az autót amám nagyon régi volt, tök jól el tudta adni a srác ugye a múzeumnak meg egyszer volt egy jó pár, talán tájföldön, hogy szintén egy néni ott meg a tévéjét találta el. Csillébe potyan le, és ugye látjuk, hogy az a filmnek a majdnem vége, a vége főcím előtti vége tulajdonképpen, ugye, hogy ott a lökés hullám elpusztít mindent. Mi történt volna velünk ez alatt itt Magyarországon? Nyilván, hogy a lökés hullám minden irányba terjed, Nyilván idő azért, ha még ide ér, de, de, mi történne? gyengülne? Lenne valamennyi esélyünk? Vagy ez egy, tehát legalább egy kezdeti esélyünk, mert nyilván ez egy olyan pusztítást végez, ami hát, ha más nem egy nukleáris telet biztosan hoz a bolygónkra, de... de... Ugye azt jól látod, hogy csinálna egy óriási porfelhőt, ami egy nagy becsapódás esetén bizony akkora lenne, hogy akár hónapokig, vagy akár évekig egyébként blokkolná a napfény, de itt nagyon fontos dolog viszont, hogy mi egy másik féltekén vagyunk, mint csile. Tehát ha tényleg csilébe csapódna be, akkor bizony az, hogy a. Tehát minden ilyen szimuláció, amit itt is a kollégáim végeztek a kutatócsoportban, amik mondjuk azt vizsgálták, hogy például vulkáni hamú az hogyan terjed szét a Földön, ugye erre nagyon-nagyon sok vizsgálat van, nagyon érdekesek. A, ezekben érdekes módon, érthető módon egyébként, tehát nincs benne semmi misztérium, de, de nagyon tanulságos, hogy az egyenlítő az kb. egy falként viselkedik ebben a sztoriban. Tehát az, hogy a másik féltekére átjusson, a déliről ez esetben az északi féltekére, az egy sokkal hosszabb távú folyamat, és sokkal kisebb valószínűségű esemény. Tehát azt mondanám, hogy a déli féltekén elég gyorsan kialakulna ez esetben egy nagy izé, egy nagy porfelhő, ami akár ez teljesen eltakarja a napot, és kb. tényleg egy ilyen tél, télszerű állapotot eredményez. de hogy az északi féltekére mennyi jut ebből át, az, az sokkal kevesebb. Tehát ne, nem mondom, hogy észlelhetetlen lenne, de egyszerűen azért, mert a, a légköri áramlásokért elsősorban... A korioliszerővel van ez valahogy összefüggésben? Pontosan, nagyon okos vagy. A korioliszerő az, ami elcsavarja, ami csinálja a ciklonokat és az anticiklonokat, de nem véletlen, hogy az egyenlítő környékén ilyenek nem keletkeznek, hiszen ott ugye a korioliszerőnek a vízszintes komponense eltűnik. És és emiatt lényegében, pont amiatt, ami miatt egyébként az egyenlítő közvetlen közelében például sosincsenek hurrikánok, mert egyszerűen nem tudnak kialakulni, hanem csak attól északra vagy dére, e, 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 emiatt egyébként látható is, hogy, hogy lényegében egyfajta falként jelentkezik az egyenlítő. Tehát Magyarországon sokkal jobb lenne a helyzet, mint mondjuk akár mondjuk valami, mondjatok valami déli féltekés, de tök messze levő helyet, mondjuk Ausztrália. Színében. Ja, ja, igen, igen. Egyre gondoltunk. De, és mondjuk a lökés hullám tekintetében. Szintén. Tehát, mert hát... hogy ott, ott, megsz, ugye, ott megszívják tulajdonképpen ugyanazon a kontinensen. Igen, ez hát ugye azt kell megérteni, hogy amikor szétterjed egy ilyen hullám, akkor az energia az egy, egyre, egyre hosszabb Ugye nyilván a fronton, a front felületen oszlik szét a teljes energia, na de az ugye egyre Egy többet, ugye egyre növekvő sugarú kör mentén tarolja le, és ennek megfelelően nyilván a távolsággal ugye folyamatosan csökken az adott területre koncentrálódott energia, úgyhogy ilyen értelemben, bár annak a lökéshullámnak amúgy nyilván nem jelent egyébként ilyen értelemben határt az egyenlítő, de én azt gondolom, hogy talán addig addigra, mire odaér, addigra számottevően legyengül. Persze, most ezt nyilván nem számoltam ki, tehát hiába kérdétek, de <laughs> sok a hiányzó adat. <laughs> Jó, um, szerintetek melyik volt a film legtudománytalanabb része számotokra? Na, no, hát <laughs> szerintem, és erre már ugye Miklós is rámutatott, ebben szerintem nem volt. Tehát egyrészt nagyon jól látszott a maga ez a tudományos konzulens, ugye, aki a film mögött állt, és tulajdonképpen kiszámolta nekik a, a, az üstökösnek ugye, a pályáját, mert ugye én még ott, ott gondoltam, amikor mielőtt nekik kezdtem a filmnek, hogy, hogy, hogy na majd ott biztos esettek valami hülyeséget mondanak, de nem. Úgyhogy én így tehát kifejezetten tudománytalanságot nem találtam, inkább ugye, amit az adás elején is mondtam, hogy hogy, 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 talán azt gondolom, hogy azért talán ennyire nem lehetünk hülyék, illetve ugye a másik, ami, ami egy kicsit bökte a csörömet, és itt viszont megjelent ez a, ez a, a, ez a hollywoodi feeling, hogy miért csak Amerika? Tehát máshol ezt így nem veszik észre, vagy tehát, hogy hogy értíti. Egy amerikai filmben csak amerikai találja el az üstökös, jó, most Dél-Amerikát itt Kivéve, kivéve a függetlenség napjából, hát a nato és az Atlanti Szövetsége bombázták le először a földön kívüliek. Igen, de ugye ott is Amerika a megváltó, ugye kvázi mindenki az amerikai elnököt nézi a tévében, még a sivatagi kisgyerek is, tehát azért ott is vannak ilyenek. És, és megint ezen gondolkodtam, hogy baszki, nincs más ország. Meg hát azért valljuk be, ha egy ilyen felfedezést tennénk, azt nem egy napi soft című műsorban, Na, hanem a, a híradóban, főműsoridőben szakértőkkel elemezve. ez az, az a, az a heraldnak az a része, ahogy azt ott próbálták a közszedetbe behozni, az is azért ott kicsit szerintem sántított, de a film sztoriában egyébként talán sok ilyen dolog volt, ami ugye egy fél évet láttunk, nagyon-nagyon gyorsan lepörgetve, és hát számomra például nem volt az se logikus, hogy Leonardo DiCaprio ö, miért jött össze ott a, a csajjal, vagy az az egész hogy alakult ki. Tehát azért voltak ilyen időbeli ugrások, kimaradások, ugyanúgy, ahogy nem, 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 nem értjük. Tehát szerintem a legtudománytalanabb dolog a filmben, miatt Miklós válaszolna, az ez az, az applikáció volt, ami megmondja, hogy mikor és hogy halsz Ez egy poén. Ah, szerintem vicces. Ne, nekem inkább ez, a, ez az életidegen. Igen, hát azt jól mondtad, hogy az konkrétan kisbolygó becsapódással kapcsolatos tudományos dolgok azok úgy rendben voltak. Ilyen űrtechnikával kapcsolatos dolgok mondjuk annyira nem, az például, például komikusnak van eleve számva. Ugye például eleve az a jelenet, amikor ugye felküldik ezt a te tesi tanárszerű csávolt a Space Shuttle-el, meg mellett a re rengeteg... Aki gépfegyverrel lő a becsapódó aszteroidára. I Igen. hát, ugye az, hogy, azt a rengeteg rakétát egyszerre bocsátják föl, hát most tehát ilyet azért nem, nem Csát Ez egy irányítás technikai rémálom, tehát ilyen, ilyen nem történne. Aztán persze ott van, amikor ez a BES az által emlegetett, akik, akiket ugye be fogunk perelni, az a betű miatt, vagy mi a tököm. Szóval ott a ez a BES, ez a BES nevű cégnek a leszálló egységei, ahogy leszállnak az üstökösre, az is hogy némi kívánni valót maga után, hát azért a Rosetta programból, ami az Európai Rügynökségnek az az űrszondája volt, ami ugye egyrészt sikeresen keringett a Churium of Gerasimenko üstökös körül, másrészt pedig egy leszálló egységet lebocsájtott a felszínére, a, amiről sajnos nem nagyon jöttek élet, jelek, mert pont egy olyan kis gödörbe érkezett le, hogy nem hogy blokkolta a rádiót a maga, de mindegy, egyébként magyar fedélzeti számítógép és tök jól ment amúgy a leszállás, de mindegy, szóval, hogy egy üstökösre nem így kell leszállni. Tehát, hogy konkrétan azt lehet látni a filmben, hogy, hogy az üstökösre fékező rakétákkal szállnak le ezek a szerkezetek. Na most az üstökösnek annyira pici a gravitációja, hogy hát ha valamit kell csinálni, az inkább pont a fordítotja, nem fékező rakétákra van szükség, hanem inkább olyan szerkezetekre, ami inkább lenyom téged erre a nagyon kicsi gravitációja valamire. Tehát egy üstökösre azért baromira más, hogy leszállni, mint mondjuk a holdra vagy a marsra mint ahogy egyébként ez a konkrétan üstököse leszálló űrszondák esetében is, űrszonda esetében is történt. Tehát, hogy azért ott pontosan az volt a technikai bravúr egyébként, ami miatt nagyon nehéz technikai kihívás volt a Rosetta leszálló egységet megcsinálni, aminek egyébként Filé volt a neve, hogy, hogy, hogy ne pattanjon vissza, tudod? Tehát, hogy olyan lassan érkezzen le, és hogy kb. le tudjon horgonyozni időben az üstökös lekonkrétan, konkrétan, anélkül, hogy visszapattanjon. Ez egy kicsit hollywoodiasan elnagyoltan volt bemutatva. Tehát és hát ne ez. felejtjük el, hogy közben az üstökös, vagy meteor, vagy aszteroida tök mindegy, miről beszélünk, az közben forog. Ja, Ö, hat, hat rá ott már a gravitációs erő mondjuk a holdnak, a Földnek, mondjuk föld közelben, gondolom jobban, mint mondjuk Hatra, Igen, ez messzebb. annyiból érdekes amúgy, hogy, 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 hogy elképzelhető, hogy árapályerők miatt ugye szétszakad az üstökös, ahogy ez persze szokott is, hogy, hogy a hallgatóink többsége az talán túlságosan pici ahhoz, meg én is kisiskolás volt, amikor történt, de, de, de hát a schumacher lévi 9 az egy olyan történet volt, ugye, hogy a Jupiter közelében. Ja, jupiter megközelítette egy darab üstökös, amit elneveztek schumacher lévi 9-nek, mert nagyon termékeny volt a felfedező páros, akiből a Gene Schumacher a legendás holdgeológus volt az egyik felfedező. Na de az aztán rengeteg darabra szétszakadt, mert a, a az egyébként a múltkori adásban is emlegetett spagettizálódás, vagyis az árapály erőknek a, a szak, szakító hatása miatt, ugye az üstökös az darabokra szakadt, és sok pici darabban csapódott be. Ilyesmi történik. De szerintetek, ha ez a valóságban megtörténne, lenne esélyünk most, illetve mit csinálnátok, ha csak a szellőpista bemondaná az RTL híradóba, hogy van fél évünk? Megtörténhet. Nyilván egyrészt bármikor, másrészt meg azért viszonylag jó követő rendszerünk van. Ugye az egyetlen probléma az, hogyha olyan irányból érkezik, tehát mondjuk a nap felől és relatíve kitakarja, és nagyon látjuk. észre. Igen, és későn veszük észre. Tehát ugye most már lehet kapni nagyon szuper bunkereket, tulajdonképpen hidegháború óta, azóta még jobbak, és ez a föld alá, és ott, ott oda be rakni mindent, tehát élelmet, meg am amint lehet azért fél év alatt kialakítani, ha van fél évünk. Jó, bemennél másnap dolgozni? Ugye, mivel én hivatásom szerint tanár vagyok, igen. Ha, ha lenne tanítás, és nem szűnne meg az első időkben, biztosan nem, akkor igen, pont a felvilágosítás céljában, mivel hogy én ugye földrajzot tanítok, tehát én igen. Most meg hát ugye a hitoktatás után, hát azért tudják, hogy, hogy, felfele vagy lefele kell menni, igen. Ja, én is be mennék dolgozni, és én a fél percemet nem, nem tölteném ki, csak annyit, hogy, a, hogy minden választ az eltérítés valószínűségéről, meg mikéntjéről, meg ilyesmiről megtalálnak. A kedves hallgatók az évad legelső Rászti Svájkárt űrhajóssal folytatott beszélgetésünket is tartalmazó 51. Parallaxis podcastben, ahol sokat pörgött azon az űrhajós és mellesleg szakembere a témának, hogy hát hogyan lehetne ezt az aszteroida eltérítést keresztül vinni, meg hogyan ne. Nem. nem. esnétek kétségbe? Nem baj, parallax is az nem. lenne, kedves én hallgatók, is lenne, mindenkit? Én nem este. ha fél évvel előtte fedeznék föl, akkor nem esnék kétségbe, hogyha úgy, mint múltkor a Sárnecki Krisztián, hogy, izé, hogy, holnap becsapódik, hát akkor, tudom, hát akkor, talán azért igen. Ja. Hát ennyi fért bele mai műsorunkba a Ne Nézz Fel című Netflixes filmről, úgyhogy nem, más, nem maradt más hátra, mint hogy elmondjam, hogy a következő adásunk az egy ilyen dupla adás lesz, egy évadzáró adás, két órában fogunk jelentkezni, úgyhogy mindenre lesz időnk, és természetesen azon kívül, hogy mi beszélgetni fogunk. Brian Schmidt, Nobel-díjas fizikus lesz az egyik vendégünk, aki ugye azért kapott Nobel-díjat, mert társaival együtt tulajdonképpen a, rájött, hogy a gyorsuló világegyetem az, hogy a világegyetemünk egyfolytában gyorsul, gyorsulva tágul, de kb. Ez erre jött rá, ugye? Igen. Ja, ja, illetve... gyorsulva tágul a világegyetem, így van. Így van, illetve Dávid Gyula fizikus, nagyon-nagyon jó beszélgetésekre számíthattok, úgyhogy itt leszünk két órában az évadzáró adásban, tehát a legközelebbi alkalommal, június 23-án ebben az évadban utoljára találkozunk, de addig még hátra van ez a két órás extra adásunk, ez a különleges évadzáró, úgyhogy, ne nézz fel. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.